Sziasztok, Vázor vagyok, és ez a Crash Time 3.12. része. Nos, az a... ez így kicsit érdekes lesz, hogy nehezen tudom tapozni, mindegy, erről majd úgyis beszélni fogok. Nos, az a helyzet, hogy a billentyűzetemet ki fogom hajtani az ablakon. És nagyon nagy örömmel fogom ezt megtenni, amikor lehetőségem lesz rá, hiszen hallgassátok, mennyire kattog a jobb nyílgomb. És a bal nyíl. Ezért állítottam át VHSD-re az egészet. I've got someone on the line here that claims he knows something about the attacks yesterday. So what is he saying? He'll only talk to you personally. To us? In any case, he's demanding that you meet him alone. No surveillance. You gonna do it? You know how curious we are. Okay, I'll give him your cell number. Be careful. Na, van egy belsős, aki kizárólag személyesen akar velünk találkozni. Aféle, mindenféle lesugó technológia használata nélkül. Szóval most el kell mennünk és találkozunk kell vele. Na. És ugye esetleg így kicsit gyengébben vezetnék, ez azért van, mert most állítottam át VHSD-re az egész irányítást, úgyhogy lehetséges, hogy eleinte nem fog annyira jól menni, mint amikor nyilakkal vezettem, de ez már az én bajom. És elnézést, hogy nem volt az utóbbi két napban CT3 videó, sőt, hogy ha tegnap napot is beleszámoljuk, akkor 3 nap. Összejött egy pár dolog, és akkor még finoman fogalmaztam. Kezdjük azzal, hogy... New message. Keep going. Na, ez akkor azért van ennyi checkpoint, mert... Jaj, nem elég az, hogy egy checkpoint nem legyen 7. Szóval kezdjük ott, hogy konzol online főszerkesztő lettem. És ezzel kapcsolatban kellett tárgyalni, nem is keveset. És többnyire már meg van beszélve minden, mondjuk még kíváncsi leszek egy néhány dologra, de szerintem napokon belül ez is mind le fog tisztázódni. Nem menjek fának, de fának mentem. Hiszem, hogy ez a második checkpoint lesz, és ad-e időt? Ad. De ez azért személy dolog volt. Mégis, mit képzelt a játék, amikor így hirtelen a hátam mögé rakott egy checkpointot? És így hirtelen azt vett észre, hogy mi ez, visszafele kell menni. Gratulálok, Cinetic, gratulálok. És én majdnem elkezdtem vitrózni hosszabb távon. Jézusom. Na mindegy. Szóval ez az egyik indokom, miért nem volt videó, a másik pedig reggel nem volt lehetőségem arra, hogy ezzel foglalkozzam. Ennyi az egész, de igyekszem kárpótolni, ahogy lehetőségem adódik rá, lehet, hogy néha így bedobok 2 videót. Hogy miért, azt nem tudom. De vannak ötleteim, és lesznek valószínűleg olyan újítások is, ami így a konzol témát is érinti. Gondolkodtam ilyen podcast-szerűségben, de anélkül, hogy felhasználnék bármiféle videót. Értitek? Meaning point has changed. Ez meg közben szórakozik, mert folyamatosan változtatja a találkozási pontot, amire inkább nem mondok semmit. Szóval gondolkodtam azon, hogy jobban kéne vezetni, hogy lesz ilyen podcast-szerűség, de nagyon igyekszem rövidre vágni, és anélkül, hogy bármiféle anyagot felhasználnék a trailerekből. De azt fogom csinálni, hogy annotációkkal így ki fogok rakni feliratot a videóba, és ott rákattintasz arra, és megnézed ott, külön ablakban. Ez a szöveg pedig már egyszer volt. És még kell itt visszafordulni. Van a GPS, az direkt szivat engem most a személyszer, de lényegtelen. Fogadjuk el. Tehát nem tudom, hogy ezt meg fogom valósítani, de majd meglátjuk. Mindenesetre lehet, hogy használni fogok egy ilyen újítást. Másik újítás, ami nem tudom mikor fog érvénybe lépni, mert ez a postától függ. Kínai légposta, ho-ho-ho! I've got a machine gun, ho ho ho!
komolyan a Deadpoolt idéztem, hogy tényleg ezzel kapcsolatban is lesz még egy mondani való, mindegy. Vettem 2000... Várj, 13 dollár 23 cent, az mondjuk, hogy 3000 forintért. New message. Keep going. 3000 forintért egy headsetet. Így a posta költséggel. És meglátjuk, hogy milyen lesz. Így néztem az értékeléseket róla azon az oldalon, ahol így lehet így feedbacket adni ezzel adónak. És mindenki meg volt elégedve vele. Ebből kifolyólag gondoltam, hogy akkor beruházok egy ilyenre. Hát úgyis már 2012. január vége óta használom ezt a My Audio MA317-es 1000-valahány száz forintért vett headsetet a Tesco-ban, amit eleinte nem is hittem működnek, mert olyan rohadt halkan vette föl, miközben valószínűleg csak annyi volt a problémája, hogy kellett rakni rá mikrofon erősítést, és csoda, hogy kezdve megszokni ezt a vezetést, mindegy. Szóval ez lesz másik, és én itt majdnem elkúztam. És közben kezd az időm is kifogyni, jaj. Max 4 csillag lesz, nem tud annyira érdekelni. Meaning point has changed. Egy direkt is szivatás, hogy így behivatott engem ide a jachtokhoz. A jacht az más, az borravaló. Hát amire ezt képes, ide fogok maradni, mint a borravaló. És meg kéne nyomni kövéren a gázt, de azért annyira nehogy elrepüljek bele egy falba. Na, annak például neki mehettem volna, hogyha itt többet nitrózok. Óvatosan fékezők, mert szűknek tűnik ez a kanyar, és adjuk neki. Szóval vannak ötletek. Nem vagy, ki tudom vitelezni őket úgy, ahogy szeretném. És közben itt megint megy a hajókürtözés nagyban. Ha ott a stop, akkor itt meg kéne állni. Kell, ne gyere nekem. Let's get in. Na. 6 perc 15 volt a limit. Jó, oké. Okay. Keeping us on our toes. What's the news? You have to help me. Novikov is after me. Novikov? Who's that? I'll tell you, but first you need to bring me to somewhere safe. Fast. Na, besúgó. Elmondja nekünk, hogy Novikov üldözi őt. Ő valószínűleg az a rossz fiú, aki emögött az egész mögött állhat. Áj. Kezdjük ezt újra. Nem. Restart. Így. Na. Szóval ő a fő gonosz valószínűleg. És ki kell szabadítanunk ezt a csávót egy biztonságos helyre. There they are. They wanna kill me. A szinkronszínész színmunka az gyenge. Watch out. Shake them off. Nem tudom, hogy ez az időlimit ez mi volt, de jó, akkor most lerázzuk, 500 méterre kell lerázni ezeket az illetőket. Remélhetőleg nem fogok nagyban falnak rongyolni. Ennyi. Ez gyors volt. Na, szóval eléggé gyorsan sikerült leráznom a rossz fiúkat, és akkor most megyünk vissza az őrsre, hogy beszélgessünk a besugóval. Miért piros ez a kocsa? Aztán az is olyan, amit ellophatunk majd Ben jó voltából. Na, így nem kéne levágni egy kanyart. Na de, nem tudom, hogy mikor fog kikerülni ez a videó, mert most van 12 óra 44. És ki is kéne ezt renderelni, és most már 9,5 perce durván a videó, hát meglátjuk. Ez 20%-a limit, azt nem kéne túllépnünk. Na szóval ezek az ötletek. Igen, Deadpool téma. Meg akartam volna venni fizikai hordozón PC-re. Megjelent legálisan PC-re DVD-n? A válaszom egy nagy kövér nem. Nem jelent meg. Úgyhogy
Vagy azt csinálhattam volna, hogy megrendelem Kínából DVD-n, meredek ötlet, de ki tudja, vagy letöltöm Steam-en, és akkor meg lesz Steam-osban. Igen, de január 1-én levették Steamről ezt is, és az Ultimate Marvel vs. Capcom 3-at is. Kösz, Disney, kösz! We're safe. Right, I'm looking forward to... Simir? Yeah? Look. Damn. Looks like the bullet went right through the door. Let's see if he's got an ID on him. There's a note here. Can you decipher that? I couldn't decipher a word search. We should show the note to our guys in forensics. Találtuk egy töltényt az ajtóban, amin van egy üzenet, amit kódoltak, szóval ezt meg kell fejtenünk. Na akkor. Mehetünk az ötödik oldalra. Nehézkesen működik a nyíl. Nézzük ezt az Another Perspective nevű küldetést. És legyen a Porsche. Remélhetőleg ez gyorsan megvan, és akkor nem fogok annyit elkésni mára. Szóval van itt helyzet bőven. Kapásból megy a... Na ez mi lesz? Oh god, ne! Pff, monster truckok, úgy van. Nitro nélkül. Négyben volt nitro, itt miért nincs? Na jó, három körös verseny. Akkor ezt megcsinálom, és akkor ma ennyi lesz. Szóval van itt helyzet bőven. És gondolkodtam azon, hogy lesznek azért más dolgok is a Crash Time 3 mellett, de azon gondolkodom, hogy mi lehetne az, amit így terveztem, mert volt valami, csak nem tudom az eszembe, hogy mi volt az. Na látjátok, nem tudom az eszembe, majd meglátom. És majd lesznek játékok így, hát nem havonta, de februárban lesz egy, meg márciusban, amit így el fogok passzolni, szóval hogyha esetleg van ilyen X360-as játék, amit szeretnétek eredetiben megvenni, akkor szóljatok. Persze én újabbra gondolok, hogy nekem is ezért legyen belőle hasznom, hogy tudjak hazadni apámnak, hogy ne én legalább adok haza két bátyámmal ellentétben, hogy el tudjuk bizniszelni így akciósan. Most a Saints Row 4-et is eladtam 6500 forintért. Szóval persze mondhatnátok azt, hogy de hát újan 12000 a konzol cornerben. Jó, igen, újan. Mondjuk az enyém is új, de lényegtelen. Akkor mondom úgy, hogy bontatlan. Ez 3% sérüléssel ért föl. Jó van, Etus. Jó kisfiú vagy. Nyerjük teszem, hogy megy a szomszédok megint az M3-on. De megint feliratok nélkül, értitek? Én kíváncsi lettem volna arra, hogy milyen lett volna ez a retro kiadás, de hát ugye kedves rendező Horváth Ádám úr ezt nem engedi meg. Erről mint hogy már beszéltem volna egyszer. Lényegtelen. Nem baj. Legalább így folyamatosan próbálok kommunikálni veletek. Igaz, hogy ez a kommunikáció egy oldalon, mert nem találták ki ezt a videót, ahol lehetne egyszerre oda-vissza beszélni. Ugye a nézőkkel. Nem baj. Jó ez így is. Közben driftelek a Master Truck-kal. Szép látvány. No. Volt még egy téma, csak elfelejtettem. Nem menj korlátnak, nem menj korlátnak. Viszont megyek vissza a pályára, itt ők a pálya mellett. Szerencsétlen játék. Na, szóval... retro játék. Mit is akartam? Pedig volt egy valami, amit így gondolkodtam. Lehet, hogy egy régi videó újra csinálása lehetett volna? Nem. Pedig volt valami. Lehet, hogy egy Nanjingos RPG lett volna, de hát amit szerettem volna, azt korábban már megcsináltam. Aha, de egy. Korábban megcsináltam, nem a Sword of Mana, az már volt. A Tomb Raider is volt. Talán az Aliens vs. Predator lett volna. Abban is csináltak egy RPG-t, mondjuk azt nem az SNT fejlesztette, hanem a Nice Code. Technikai részletek. Gondolkodtam a tankos RPG-n, lehet, hogy abból kellene.
Ja, igen, csak ki tudja, hogy ki olyan őrült, aki ezt végig is nézni. Vannak olyanok, de ki olyan őrült így, aki tényleg végig is nézni. Ugyanazt mondtam kétszer. Van olyan, aki végignézni, ez a lényeg. Na, szóval igen. És nekem most a Walking Dead-et kéne nyúznom, de elintézem. Ne aggódjatok, ez ennyi volt. Ez ennyi volt. Jó, akkor még valamit gyorsan talán meg tudok csinálni. Van még ilyen egy... Miért nem lehet balra lapozni, ez az? 2-1-2-2. Akkor legyen a backup, gyorsan csináljuk meg. Ha nem, akkor max este 6 körül lesz kint a videó. Erről már tehetek. Helyen még úgyis van 9 egész... Hát majdnem 10 giga. Hova kell állni? Nem, oda nem megyünk. Hi guys, I've got a mission for you from the chief. The Conference Emergency Task Force has elevated the security measures. The government is sending more tanks, which will be arriving at the train station. The route to the conference hotel goes along the freeway. That's in our jurisdiction. You're assigned to escort the convoy. You got it, Hutter. Hutter? Yep. That's actually your job, isn't it, Hutter? I'm sorry it is. Dieter just ordered a pizza when the chief arrived. It'll get cold otherwise. Pizza. I owe you one, guys. Na most akkor azt kell csinálnunk, hogy oda kell mennünk a konferenciához, és valószínűleg így védelmi... Hát testőrködünk, na, ennyi. És megint itt volt a pizza. Ó, levágás. Megint visszatérő jelenet volt az a running gag, a pizza. És annyira messze, csak el ne szóljuk, és figyeljétek meg, hogy hirtelen elmegy 600 méterig. Úgy van. Na, visítsen ez az autó. Azta! Az... Hát ez gyorsan elszállt. Na, ezért nem kéne ennyire gyorsan menni. Á, de fuck it! Levágjuk megint. És ne húzzuk tényleg ez az időt, mert... Ki tudja, hogy akkor meddig tart kirenderelni. Híreket is kéne szerkesztenem, főleg úgy, hogy most ketten maradtunk a négyből, és a másik srác az nem nagyon ér rá. Konkrétan egyedül viszem most az oldalt. Na is. Szeretem csinálni, akkor miért ne? Na, itt is vagyunk. Igen, eddig ez jó. És most mi jön? Simir, I've just spoken with the ops chief. One of the tank crews is missing. He thinks we should drive the tank. You've driven a tank before, haven't you? Yeah, and this is getting real boring. This is the third game in the series, and the third time the Seneca guys made me drive a tank. Third time's a charm. Tell him it's okay. We'll drive right at the back of the convoy. Imádom ezt a negyedik fal áttörését, hogy mondta Szemér, hogy ez a negyedik, a harmadik játékos sorozatban is már harmadszor vezetek tankot. Na, ezt a konvoj végén kell vezetnünk, mert az egyik tank brigáda az nem ért rá. És azt nézem, hogy egy 10 és 100 méter között kell lenni, szóval itt nem nagyon szabad hibázni. És nem nagyon szabad közel sem menni, mert akkor valószínűleg azzal bukom a küldetést is. Szóval most azt fogom csinálni, nagyon óvatosan végigmegyek itt a mezőny mögött. Ilyen 40-50 méter távolságra. Direkt itt elengedem a gázt az emelkedőn. Jó, ott a sok kanyar. Hagyom, hogy elmenjenek egy kicsit. Így 40 méter, és innentől megyek, amennyire tudok, de vigyázok arra, hogy nem menjek neki, mert ugye itt megint fordulunk, mégpedig balra. Ismétlem, balra. Na. Igen, mit akartam még mondani? Nem tudom, de volt van. Esetleg még valami lett volna, ám az kiment a fejemből. Hello, hát az... Csak nem fölrobban. I don't believe it. Who's nuts enough to attack a convoy of tanks? Kamikaze drivers, probably loaded with explosives too. We'll have to be careful. If one of them hits us, we'll blow up with them.
Hát az azért egy fölrobban nagyon szépen. Lehet, hogy ezért jó ötlet így viszonylag messzi lenni tőlük, mert most ugye 45 méterre vagyok, 46-47. Csak így figyelni kell hátra, hogy mikor jön. Na, fékezzünk. Most reflexből a lefele nyíra nyomtam, de ez ugye nem funkcionál most fékként. Lényeg, hogy figyelni kell egy hátra. Annyira nem lényeges, mert a térképen is látom. Na, ott egy autó, ott jön. Menjél! Ó, ez messze van, menjél, menjél, menjél! És ezért fogom újra kezdeni. Ne! Én is az udvariasságom. Na hát akkor így... Tényleg este hatra leszünk kész. Túlzottan óvatosra veszem a figurát. Néha meg túlzottan agresszívra. Itt kettő közötti átmenet nálam nem nagyon érzékelhető. Vagy ha igen, akkor nem. Itt egy mértelme van ennek, hogy itt megyek a konvojnak a legvégén, közben ott megkarcoltam ám a korlátot, és attól nem nőtt a károkozás, amit én nem nagyon bírok megérteni, úgyhogy a Synetic itt bejön, mit gondolhatott, amikor ezt megprogramozta? De oké, fogadjuk el. Közben itt megmokorom a fejemet, ami amúgy fáj, de lényegtelen, hogyha már elkezdtem ezt a videót, akkor végig is csinálom, és úgyis 21 perc, 47 másodpercnél járunk. Remélhetőleg nem lesz hosszú ez a küldetés. Bár hogyha két részből áll, akkor ez a második kellene, hogy legyen elvileg. Ó, az ennyire messze nem menjetek. A Kömbőn bácsi, és akkor szólni fog egyet latinul. Na, ott megy az autó, lassít. Nekem gyere, idióta. Így. Gyerünk, bum, robbanj. I don't believe it. Who's nuts enough to attack a convoy of tanks? Kamikaze drivers, probably loaded with explosives too. We'll have to be careful. If one of them hits us, we'll blow up with them. Ez itt direkt belementem a holttestébe, mert ahogy itt bemondta, kamikaze sofőr. Ez milyen jó bandatok névre, vagy bandat név lenne. Kamikaze sofőrök. Jó, láttam, hogy megint volt egy pop-up az épülettel kapcsolatban a háttérben. Miért a technikai részletekre figyelek? Nem igaz. De miért nem figyelem a térképen, amikor ott óvatosan lassíts? Úgy. Még három van a konvojban. Akkor elvileg, hogyha a harmadikat, ami fölött pattogó nyíl, azt fölrobbantják, akkor egy kicsit sietnem kell, mert egy pár méterre levocs. Most annyi lényegtelen, mert utolérte a többit. Na mindegy, arra leszek kíváncsi, hogy akkor lesz még valaki, aki fölrobban, vagy nem. Mondjuk, hogy ha ott már mutatja, hogy egy autó fog jönni jobb oldalról. Szép lassan elkezdek lemaradni. Olyan 40 méterre kéne. Gyerünk, gyerünk, ne maradjunk le, ne maradjunk le, mert 100 méter. Ó, ez az anyja már sárga. Hú, oszta. Hello, azért kicsit óvatosabban vezess. Te nem vagy én. Hogy te nem vagyok én. Mi? Mindegy, kanyar. Megérzésem azt sugallja, hogy következő autó balról, ismétlem, balról fog jönni. Úgyhogy az azt én akkor elmegyek lottót venni. Hú, majdnem túl közel kerültem. Hoppá, itt kereszteződés, szóval fordulni fogunk. Jobbra, jobbra. Beérhetnék már, bassza meg, ez most... És mit kommentáljak?
Oh, itt vagyunk. Anya, ott vagyunk. Na, akkor ez ennyi? Ennyi. Na. Akkor ennyi lett volna ez a videó. 55%! Köszönöm szépen a figyelmet. Durostáskor, sajátos kifté, sóspiret. Sziasztok!